A kulturális örökség napjai okán nyílt nap volt szeptember 16-án a légiótáborban, a Komáromi Klapka György Múzeum idei ásatási helyszínén. A Molai sporttelepen található helyszínen a múzeum munkatársai a római korba invitálták az ide látogatókat. Nyáron, július vége felé még csak 3 hetet ástunk itt ezen a lelőhelyen, azóta már eltelt még 2 hónap, tehát sokkal többet tudunk megmutatni az érdeklődőknek, mint a nyári nyílt nap alkalmával. Nagyjából 600 négyzetmétert tártunk fel, rendkívül látványos, rendkívül összetett maga az ásatás, elég nehéz eddig 6 periódust különböztettük meg, a tábor építésének a 6 periódusát. Azért mondom ezt így, mert nem egy épületnek a 6 periódusa volt, hanem minimum 2 fő korszakot tudunk itt elkülöníteni, és ezen belül 2 vagy inkább 3 korszakot, és ezen belül a különböző periódusokat. Az első nagyon fontos korszak az egy kaszárnya épületnek a maradványai, amely jelenleg olyan nagyjából 30-90 méter nagyságúra teljed, de még egyik irányban sincs a vége. A másik nagy épület pedig az apszisos épületnek mondott épület, amely mi az 5., illetve az átépítését a 6. periódusnak mondjuk. Ugye ez az, amiről fontos tudni, hogy a 370-es évek legelején épült, tehát amikor 375. november 17-én Valentinianus császár meghalt a brigéciói legiótábor területén, akkor ez az épület már állt. Tehát ez vagy tanúja lehetett, tehát egész biztosan tanúja lehetett a császár halálának, de az is, vagy pedig még az is elképzelhető, hogy a császár ebben az épületben halt meg, de erre az, hogy bizonyítékot soha nem fogunk találni. Mindenesetre Brigéció történetéhez egy nagyon fontos adalék ez az épület, és ez az egyetlen 4. századi, tehát késő római épület a tábor területén belül, amelyet ismerünk, tehát amelyet már feltártunk, ugyanis elég kevés, ha volt is nagyon kisfelületű feltárás itt a tábor területén, tehát amely tehát Valentinianus császár idején már állt. Az épület maradványa szenzációs leletnek számít, de az érdeklődők egyéb tárgyi leletekről is faggatóztak. A sztárlelet, ami alapján tudjuk az épületet keltezni, azok a bélyeges téglák, amelyekben Terencius és Frigeridus Duxoknak a nevei olvashatók. Ugye ők voltak azok a tartománynak a katonai parancsnokai ebben az időszakban 367-től 374-ig egymást váltották. Tehát az egyik elkezdte, a másik meg befejezte ezt az épületet, ezért gondoljuk azt, hogy 370-es évek elejére tudjuk keltezni. Tehát ezek bizony sztárleletek, mert ezek nélkül nem sok mindent tudnánk az épületről, csak azt, hogy valamikor a késő római korban emelték. Találtak szép virágmintákat ábrázoló falfestményeket is, melyek azt mutatták, hogy a katonatábor területén is fontos volt az esztétikum az épületek kivitelezésekor. A nyári ásatásokat a Komáromi Klapka György Múzeum, az ELTE Régészettudományi Intézettel közösen végzi, melyhez forrást a Nemzeti Kulturális Alap és egy OTKA támogatás is biztosított, a város és a helyi intézmény saját finanszírozásán túl. Az idei esztendőben a légiótábor, vagyis a Molai sporttelep előterében, illetve a Duna vonalán, az egykori római fürdő területén folytak a feltárások. A nyílt napon ismét tartogatott izgalmat, elsősorban a gyerekeknek, akik még a sáros földkupacokra is felmásztak egy-egy cserépdarabot.